Még egyszer szeretettel köszöntelek benneteket, most már legtöbben tegeződünk, és köszönöm én is a bizalmat. Hát a mai témánk ez a bizonyos pszichoszomatika egészség testnek és léleknek, ez beláthatatlanul nagy, vagy befoghatatlanul nagy témakör. Gondolom mindegyikötök tudna legalább egy 5 perces kis beszédet rögtönözni róla, hogy mit ért rajta, mert már egy ismert fogalom, ugye? Tehát mi már az a generáció vagyunk, majd látunk egy kis idői áttekintést is, hogy hogyan tudatosult az orvoslásban ennek az egésznek a lényege. Szóval ezzel foglalkozunk, most én nem fogok ilyen lélekbúvárkodásba belemenni, meg nem vállalom el az ilyesmit, de hogy inkább az egészség hátter, az egészségre szeretném tenni a hangsúlyt, hogy egészség testnek és léleknek. Mi az, amit hozzátehetünk lelkileg ahhoz, és gondolkodásban ahhoz, hogy lélekben, testben egészségeseknek mondhassuk magunkat, hogy jó legyen élni az életet, jó lesen élni az életet, hogy jó közérzettel élhessük az életet, és ha esetleg van valaki olyan vakmerő, hogy megkérdezi tőlünk, hogy boldog vagy, akkor esetleg lehetünk olyan vakmerők, hogy azt mondjuk, hogy igen. Ugye, elég meglepő kérdések, válaszok, de még ez is megeshet velünk, nem? Az egészség lelki háttere, erről beszélgettünk akkor. Nézzék meg, van egy ilyen felosztás, hogy hát mégis milyen területei vannak az egészségnek. Van a biológiai egészség, amikor a szervezetünk megfelelő működése helyén van. Ugye a szerveink jól látják el a funkcióikat, olvasható, ugye látható minden. Aztán van a lelki egészség, mikor személyes világnézetünk, magatartásbeli alapelvenk, illetve a tudat nyugalma és az önmagunkkal szembeni békének a jele. Tehát amikor kiegyensúlyozottnak érezzük magunkat, amikor tényleg jó a közérzetünk, közállapotunk, és valóban azt tudjuk mondani, hogy köszönöm, jól vagyok. Ebben benne van a lelki, belső harmónia is. Aztán van a mentális egészség, a tiszta és következetes gondolkodásra való képesség. Hát itt ezzel nem annyira szoktunk foglalkozni, hogy kicsit zavart a gondolkodásunk, vagy hibázik, vagy itt-ott megbillen, de ez is létezik, és erre is szükségünk van, majd egy kis részt ennek is szentelnék, jó? Az egészséges gondolkodásnak, hogy a mentális egészséget biztosítsuk. Aztán az emocionális egészség, az érzések felismerésének, illetve azok megfelelő kifejezésének a képessége. Volt itt szó az érzelmi intelligenciáról, egy szinten lejjebb emlékeznek. Tehát egy nagyon fontos, erről is szeretnék majd keveset beszélni, hogy az érzések megértése, kezelése, helyretevése mennyire szükséges. A teljes egészség, a teljes kép szempontjából, egészségkép szempontjából, a szociális egészség másokkal való kapcsolatok kialakításának egészsége. De jegyezzék meg ezt az 5 dolgot, mert hogy egészség, vagy általában azt érezzük rajta, hogy nem fáj, nem hasogat a derekam, vagy nem ver túl a szívem, vagy nem tört el a kezem, és látják, 5 rétegre bontható, és szerintem mindegyiket jó szem előtt tartani. Nézzük meg továbbiakban, Platón azt mondja, mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél, hogy vannak orvosok csak a test, és vannak orvosok csak a lélek számára. Noha ezeket senki sem tudja szétválasztani. Hát nem ma állapították meg, és kellett vagy 2000 év, mire a modern orvostudomány megalkotta ezt a fogalmat, hogy pszichoszomatika, tehát a test és lélek kölcsönhatása. Egy még régebbi, nem orvost, hanem egy bölcs királyt hadd idézzek, bölcs Salamontól, a Példabeszédek könyve, ha valaki megkeresi ezt a könyvet a Bibliában, nagyon sok, ezen túl is nagyon sok jó gondolatot talál, ami a test, az elme, a lélek egészségéről szól. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárítja a csontokat. 3000 évvel ezelőtti megállapítás. Körülbelül Jézus előtt, az időszámításunk előtt 1000 évvel volt, mint egy 40 évig királya Izraelnek, ugye ő Dávid fia. Egy nagyon bölcs és tehetős, gazdag ember volt, nagy alkotó és sok területen tehetséges ember. Ő ezt mondja, vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát a derű, a jókedély, az értelmes gondolkodás, a pozitív gondolkodás, ez is egy új, a mi fogalmunk már, 3000 évvel később,
Ez az orvosság a testnek, orvosság a léleknek. És a, de a szomorú lélek megszárítja a csontokat, elfáraszt bennünket, meggyengít bennünket, és megbetegíthet bennünket. Nézzünk egy kis történelmet. A pszichoszomatikus szó, mint jelző, 1818, amikor megjelenik az orvoslás irodalmában. Aztán 935-ig olvasunk itt néhány nevet, akik kutatták ezt a területet, hogy test és lélek összefüggése, Pavlov, Kenon. Ha gondolják, írják fel a neveket, nézzenek utánuk, én nem részletezném most az ő munkásságukat. 1935 óta létezik a pszichoszomatikus orvoslás, mint önálló szakág, amely foglalkozik a psziché és a biológiai test összefüggéseivel, betegségre, egészségre tett hatásaival, kifejtett hatásaival. Ezeken kicsit gyorsabban megyünk át, jó? Ezt megtalálják az interneten is. 35-60 nagy nevek, Freud, ugye, akivel kezdődik, pszichoanalízis később, pszichobiológia, fiziológia, pszichoszomatika 60-tól megalkotják ennek a rendszerelméletét, és stb. Stb. Különböző terápiás irányzatokat olvashatnak itt alul. Józsi, a Vég József előadónk, aki maga is pszichológiát végzett, pszichológus, ként volt itt közöttünk, ő is beszélt ezekről a behavioral, meg a kognitív szemléletről. Hasznosak, értékesek, lehet belőlük tanulni, épülni. Zavarok, pszichés tünetekkel lehet, kéne ablakot nyitni, ugye, hogy legyen egy kis átszellőzés. De ott is kellene. Ha valakit nem zavar, van, akit zavar a húzat? Van. Jó. Akkor így marad. Zavarok pszichés tünetekkel, pont a témánál vagy. Zavarok húzat esetén. Ugye amikor a psziché produkál tüneteket, félelem, depresszió, kényszerek, ezt neurózisoknak hívjuk, személyiségzavarok, táplálkozási zavarok, anorexia, bulémia, stb. Stb. Elhízás, evési kényszer, fizikai panaszok és szervi ok nélkül, fájdalomszindrómák, pszichés tényezők fizikai betegségek kialakulásánál és fejlődésnél, félelem, depresszió, rák vagy szívinfarktus esetén. Tehát, hogy hátterében áll egy lelki attitűd a nagyon látják komoly, súlyos megbetegedéseknek. Tehát körülbelül így közelíti meg ez a három pont, pszichés tünetek, fizikai panaszokat okozó lelki zavarok szervi okok nélkül és pszichés tényezők hatására kialakuló már szervi vagy fizikai megbetegedések. Na, nézzünk még egy-két fogalmat, meghatározást. Már az orvostudomány is kezdi felismerni, hogy nem beszélhetünk a betegségek keletkezéséről anélkül, hogy figyelembe vennénk az életmódot, a táplálkozást, a társadalmi közeget, a környezetet, és ami talán a legérdekesebb mind közül, a tudatot és az érzelmeket. És én az utóbbi kettőre fogom majd a hangsúlyt tenni, ugye, hogy ő is hangsúlyozza, de nézzék meg, hogy mi minden áll egy megbetegedés mögött, lelki, pszichés vagy végül fizikai megbetegedés mögött is. Ugye figyelembe kell venni az életmódot, erről szól a sorozatunk, a táplálkozás, kiemelve belőle, társadalmi közeg, környezet, és ami a legérdekesebb, a tudat és az érzelem. Mert hogy valahol ott indul el a folyamat, ott indulnak el a mentális folyamatok. A Tóth Gábor, nem tudom ki ismeri őt, mint élelmiszeripari mérnök, vagy táplálkozás kutató, kedves barátunk, kollégánk, egyszer majd esetleg őt is meg tudjuk hívni ide, a Bio Gabi, ha valaki a rádióból hallotta őt. Nagyon-nagyon komoly szakember, ő, az egyik régi előadásán hallottam tőle, de hát ma is áll ez a tézis, hogy a betegségeink mögött legalább 80%-ban életmód tényezők állnak.
Tehát akár a mentális, akár a fizikai betegség megjött 80%-ban. Ez azt jelenti, hogy és a bekövetkező haláleseteknél is körülbelül 10-ből 8 ember az életmódjával összefüggésbe betegszik meg, és hal meg. Elég rossz az arány, nem? Tehát fordítva azért szebben hangozna, hogy két ember vacakolja el az életét, és teszi tönkre saját akaratából, és 8 meghal úgymond ártatlanul csupán azért, mert halandók vagyunk, azért jobban néz neki a történet, mint így. Tehát ez rólunk is kiállít valami bizonyítványt, hogy 8-2-höz, hogy kicsit, mintha, ahogy a végén mondja, a tudat és az érzelmekkel bajunk lenne. Nem? Hogy nem tudjuk helyre tenni magunkat. Az emberek 70%-a olyan problémákkal keresi fel az orvost, melyek mögött lelki válságok vannak. Tehát nagyon sokszor az orvos megkeresése azért történik, mert hogy valami elindított, valamilyen lelki folyamat elindított megbetegedést. Hát nézzünk itt egy pár dolgot, legáltalánosabb megnyilvánulások, depresszió, félelmek, fájdalom, konverziós tünetek, vagyis nem tudatos konfliktusok kifejezésre kerülnek fizikai vagy szimbolikus formában. Nem tudom, ha azt kérdezném, hogy tegye fel a kezét, aki úgy ismeri magát, hogy konfliktus kerülő, akkor hányan hagynánk lenne a kezünket, mert én is fel kellene tegyem, hogy bizonyos helyzetekben, ha csak méregben nem hoznak, akkor egyébként konfliktus kerülő alkat vagyok. Akkor meg már úgy sem ér semmit a dolog, ha mérges vagyok. Abból nem lesz megoldás. Tehát, hogy konfliktusok elkerülése, nem mer az ember beleállni helyzetekbe, menekül, előre menekül, mindig baj után, bajjal szembesülve egy következő menekülési irányt választ, és újabb bajt hoz magára az ember. Nem tanul belőle, nem néz vissza, nem néz tükörbe, nem néz bele a helyzetbe, a másik ember szemébe, és nem tud változtatni. Funkcionális szindrómák, étkezési zavarok, pszichoszomatikus tényezők, súlyos fizikai betegségek esetén legáltalánosabb megnyilvánulások. Most hadd olvassak megint egy hosszabbat. Elnézést, hogy kicsit haladok a dologgal, de én tudom, hogy hány dia van itt előkészítve. A lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogy azt sokan gondolják. Számos betegség, depresszió következménye. Bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt, és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. Képzelődésünkkel néha előidézzük, és gyakran nagyon is súlyosbítjuk a betegséget. Sokan betegen élik le egész életüket, pedig egészségesek lehetnének, ha elhinnék, hogy egészségesek. Sokan azt gondolják, hogy minden apró viszontagság betegséget okoz, pedig azért lesznek betegek, mert számítanak rá. Sokan haltak meg már olyan betegségben, amelyet csupán kényszerképzet okozott. A szerző ez több mint 100 évvel ezelőtt írta le, az 1800-as évek végén valamikor, vagy második felében. Ellen White, nagy orvos lábnyomában egy nagyszerű könyv az egészség megőrzés, az egészség szolgálata, mások felé való szolgálatról szóló könyv, egy keresztény írónő, nagyon sokat lehet ebből a könyvből tanulni. Szóval azt mondja, hogy a lélek állapota milyen erős befolyással bír az egészség, a egész közérzet, az egészség megtartására nézve. Hát ki ne ijedne meg, nem? Egy pici jel mutatkozik rajtunk, jobban lesüt a nap, már oda vagyunk, hogy valami melanóma van, vagy... Tehát nem, olyan gyorsan megijedünk. Legtöbb ember nem egy alapvető bátorsággal éli ezt az életet. Mert az élet tényleg elég riasztó is tud lenni. Tehát sok mindent hallunk, sok olyat hallunk, ami önmagában ijesztő dolog. De vigyázzunk kell, védenünk kell magunkat, hogy nehogy kelepcébe essünk, nehogy csapdába essünk, legyen egy vitalitás a gondolkodásunkban és az élethez való hozzáállásunkban. A Test az elme tükre című könyvből való ez a mondat, nem létezik a fizikai rendszernek olyan fontos része, melyre ne lennének hatással a gondolataink vagy az érzéseink. Ugye egy korábbi mondatunknak a megerősítése.
Tehát nincs olyan, hogy szét tudnánk választani a testet az elmétől és az érzelmek világától, hiszen a gondolataink szülik, teremtik az érzéseket, és hat ki az egész a test működésére. Még egy idézet. A testünk nem felejt című könyvből. Minden, amit a fejünkkel végzünk, amit a lelkünkkel érzünk, és ami a kapcsolataink terén alakul, hatást gyakorol a testi folyamatainkra. Tehát amit a fejünkkel végzünk, mármint gondolkodás, ami érzelmek lezajlanak bennünk, és ahogyan a társadalmi kapcsolataink működnek, azok mind hatással vannak a testi folyamatainkra. Hát ez egy csoda, nem tudom, hallgattak-e már erről előadást, akár Bagdi Emőkinek van két rövid, ilyen 20 perces körül előadása a YouTube-on, lelki egészség, vagy a lelki bajok, valami ilyesmi címmel, ott beszél az emlékezésről, vagy Pál Feri szintén egy előadásában az emlékezésről, hogy az elme hogyan rögzítés, az elme hogyan készíti elő a testet az emlékezésre. És hogy mi nem csak valami külön raktárba itt elteszünk dolgokat, hanem az egész test emlékezik. Talán hallottak róla. Hogy amikor egy gondolatból egy érzés következik, arra az érzésre vegyületet termel az elme, és az a vegyület széthat az egész testben, és minden egyes sejtnek a sejtburkán rögzül egy emlékezet. Annak az érzésnek az emlékezete, és az érzés mögött álló gondolat. És mi előnyünk, meg egyben pekhünk is, hogy amikor egy ugyanolyan szituációval találkozunk, a test azonnal tudja, miről van szó, mert előszedi az emlékezetéből. És ugye, ha egy jó dologról van szó, nincs baj, de ha rossz dologról van szó, akkor már visszahozza azt az érzést, és menekülésre fog bennünket, vagy vesztesnek állít be bennünket, vagy ki tudja minek. Tehát nagyon zseniális egyszerűen az emberi test. Hogy milyen terápiák is léteznek, milyen szinten kaphatunk segítséget, ha már az önmagunkról való gondoskodásban meggyengültünk. Pszichológusok, fizioterápia, családterápia, tehát a kapcsolati háló, és adott esetekben gyógyszerek, pszichiáter segítsége. De ott van egy másik dolog, életmódváltozások, változtatás. Tehát, hogy az ember átrendezi az életét, ha kell, az életvezetésén változtat. Mentális és érzelmi problémák feldolgozása, tehát kapaszkodót keres ahhoz, hogy a gondolkodását és az érzelemvilágát a maga helyére tegye, és az pozitívan hasson vissza. Érzelmek, amelyek betegséghez vezetnek. Sajnos elég hosszú a lista, és lehet, hogy nem is teljes a lista. Ugye aggodalom, hát lehet, hogy nem is tudom, milyen sorrendben van, csak úgy van. De azért mondtam ezt, mert hogy az aggodalom, hát ha megint azt mondanám, teszteljük magunkat, ki nem aggódik, tegye fel a kezét, hát nem tudom, hogy ki merné feltenni a kezét, hogy nincs aggodalom az életében. Félelem, gyűlölet, szorongás, irigység, féltékenység, depresszió, boldogtalanság, szeretethiány, magány, feszültségérzet, gyász, elégedetlenség, bűntudat, bizalmatlanság. Ezek mind előkészíthetik a lelki és a fizikai megbetegedést. Elég általános, ugye? Elég gyakran találkozunk ezekkel, vagy a magunknál, remélhetőleg nem sokkal ezek közül, de biztos, hogy néhányal tudtunk most is azonosulni, tudtunk hozzá kapcsolódni. De másoknál, az embertársaink között, ugye, aggodalom, rendkívül általános, gyűlölet, hát ugye, az is meg tud jelenni. Féltékenység, reméljük nem a mi kapcsolatainkban, de az is egy ismert dolog, szeretethiány. Ha máskor nem, amikor kamaszok voltunk, úgy éreztük, hogy még a szüleink se szeretnek rendesen bennünket, és így, és úgy, magunk vagyunk a világban. És kerestük a helyünket, magányérzet, sajnos nem kevés embert ismerek, akik így élik az életüket, hogy elmagányosodva, fiatalabbak is, elégedetlenség. Hát amíg nincs egy, nem tudom milyen
nem jutunk hozzá valami a reklám által közölt vagy bemutatott dologhoz, addig nem is tudom, hogy tudunk normális életet élni. Bűntudat, én azt gondolom, ez is egy olyan, ami ismert. Tehát én nagyon sokszor éreztem lelkiismeret furdalást, és hál' Istennek időnként most is érzek, mert hogy valóban megtörténik velem valami, ami helytelen, amit helytelenül tettem, vagy mondtam, vagy gondoltam. De ha ez a bűntudat szintjén megakad, és elindul egy önkárhoztatás, akkor ez meg tud bennünket emészteni. Ugye a vétkességünkkel, a hibáinkkal való szembesülésnek megvan a maga kezelési útvonala. És ez nagyon jól a helyén kezelhető. Bizalmatlanság érzet, ugye az elidegenedés, és annyiféle dolgot mondhatnánk még. Nézzük így nem azt mondom nagyság szerint, de azért nézzük, hogy mik azok, amiktől a legjobban félünk. Talán először hadd mutassam ezt, jó? Hogy szűkülünk be az aggodalmak idején? 30%, amiért aggódunk, sohasem történik meg. Nézzék a lista, a számokat. A másik 30% már megtörtént, de még mindig aggódunk érte. 12% a megalapozatlan, nem létező dolgokról szól. Tehát már 72-nél tartunk. További 20% jelentéktelen esemény. És 8% az, ami igazi aggodalmaskodásra okot adó helyzet. Így a 92%-ban teljesen felesleges az aggodalmaskodás. Tehát úgy érzik, hogy feszíti önöket valami aggodalom, valami, néha meg se tudom én sem fogalmazni, de nem tudjuk. Akkor vegyünk el, ha más nem tudunk csinálni, vegyünk el egy papír cerkát és írjunk. Vagy álljunk meg és mondjuk azt, hogy mi is van most? Velem szokott ilyen történni. Most honnan van ez az izegés, ez a belső feszítő valami? Mi indukálja? Ki vagy honnan? És akkor előbb-utóbb rájövök. Vagy lehet listát írni, és ki fog derülni, hogy 10-ből 8-szor, 8 dologért teljesen feleslegesen aggódunk. Mert tényleg egy csomón túl vagyunk, tényleg egy csomó sose fog elérni bennünket, igaz, hogy a szomszédnál becsapott, de minket nem fog elérni, és hogy egyébként meg egy csomó olyan, amivel nem is kéne foglalkoznunk. Ugye 20% mondja. Jó? Tehát erre figyeljünk az aggodalmak kapcsán, hogy sokszor valótlan oka van az aggodalomnak. Bizonytalanság érzetet ad. Mi lesz, ha? Hiányos alkalmazkodás a változó körülményekhez, emiatt is szoktunk, ez is kiválthat aggodalmaskodást. Emésztési zavarok, problémánk. Mit mondjak? Tipikus tünetei, ugye? A testi tünetei az aggodalmaskodó életnek, hogy megjelennek az emésztési problémák, megjelennek akár a súlyosabb, tehát fekélyek, befelé fordulás, elzárkózás, elfordulás másoktól. Beszűkít bennünket, mondja, hogy vakít. merevvé tesz, vagy darabossá tesz, keményen igyekszünk, tehát rá dolgozunk úgy az aggodalomra, hogy teljesíteni akarunk, és bizonyítani akarunk, mint aggódunk azon, hogy a főnökünknek nem felel meg a munkánk, és akkor bizonyításra hajtunk. És hát ugye van egy feloldó képlet, amit megtalálnak Jeremiás könyve 29. fejezetében, ami arról szól, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, hogy egy csomó helyzetben azt kellene alkalmazzuk, hogy engedjük haladni a folyamatokat, engedjük haladni a dolgokat, és ha valahol be kell léptünk, be kell avatkozunk, valahol szembesülnünk kell, valahol tennünk kell, ott majd megnyilatkozunk. De egyébként nem kell rágörcsölnünk helyzetekre, világ problémáira és mindenre. Járok egy ilyen nem is tudom, minek mondja, nem önismereti, inkább egy ilyen támogató csoportba, és ott van egy szlogen, ami valahogy így szól, hogy hagyjuk a dolgokat menni, és hagyjuk Isten tenni. És ennek van egy olyan felszabadító ereje ennek a mondatnak, megállapításnak. Hagyjuk a dolgokat menni. Főleg a kontrollosok, akik abban lelik a biztonságérzetüket, mint én is, hogy mindenről tudni akarnak, nem feltétlenül azért, mert minden áron úgy kell legyen, ahogy,
rám ez is néha jellemző, vagy lehet, hogy nem is néha. De csak azért egyszerűen, mert abból van biztonságérzetünk, hogyha tudjuk róla, tudjuk, hogy mi hogy van. És akkor, mert félünk, hogy valahonnan becsap a ménkű. Ezért legjobb, ha bebiztosítjuk magunkat, és tudjuk. Tehát akik ebből nyerik a biztonságérzetüket, azok nagyon sokat tudnak aggódni. És azoknak rendkívül sokat jelent, hogy megengedheted magadnak azt a luxust, hogy hagyod a dolgokat menni. És hagyod az Istent tenni. Ugye? Hogy egyszerűen meg kell érteni, nincs minden a hatalmunkban. És az aggodalmunknak egy csomó, egy nagy része el fog szállni. Ezt láttuk, és akkor a gyűlölet. Tehát ilyen, ki van emelve egy-két érzelem, jó? Egy-két olyan lelki beállítódás, ami a legjobban berágja magát. A gyűlölködő emberek hamarabb halnak meg, mindjárt egy ilyen jó megállapítással indulunk. 5-7-szeresére emeli a halálozási rátát. Szívinfarktus rizikóját emeli, fejfájást okoz, kisagy károsodás, vezethet a döntés dilemmához, félelemhez, emberektől, távolságtartáshoz, céltudatosságvesztéshez. Tehát megzavar bennünket a gyűlölet lelkülete. Beszűkít és megzavar bennünket. És én azt gondolom, befolyásolhatóvá is tesz bennünket. Gyűlölni azt jelenti, hogy rossz indítékokat tulajdonítunk valakinek. Ezt is jelentheti, ugye? Tehát, hogy feltételezzük róla, hogy meg akar támadni. Feltételezzük, hogy rosszat akar nekem. Feltételezzük, hogy bánt, hogy az egy gonosz valaki, az a másik ember, vagy az a helyzet arról szól. Mindenképpen ellenségem. És megengedhetem magamnak, hogy gyűlölöm. Elutasítom, szembefordulok vele, vagy megtámadom akár. A Biblia, itt a világvallásokról ír ez a kép, vagy olvashatnak a képen, ugye a Biblia is azt tanítja, hogy mindig azt tedd a másikkal, amit magadnak kívánsz. Tehát, hogyha ha megengedem magamnak azt, hogy rosszat feltételezek a másikról, akkor gondolkodjam azon, hogy vajon mit kezdenék azzal, ha velem szembesítenének rossz indulatú megjegyzéseket, megállapításokat, hogy nekem rossz indítékokat tulajdonítanának. Mennyire rosszul tudna esni, nem? Mennyire megalázó lenne. A Biblia arra tanít bennünket, hogy ne engedjük meg magunknak ezt. Ne az ítélkezést, és az ítélkezéstől már csak egy ugrása. Gyűlölködés, a szembefordulás, az ellenségkép teremtés és az ellene fordulás a másik embernek. És ez visszahat a saját életünkre. Nagyban visszahat az egészségünkre. Aztán szorongás. Sokan félnek az élethelyzetektől, nem? Sokan szoronganak a hétköznapokban. Tegnap beszéltem egy kedves barátommal, együtt voltunk katonák 40 évvel ezelőtt majdnem is. És arról beszélgettünk, hogy az emberek milyen létbizonytalanságban érzik magukat. Hogy mennyire általános az, hogy de mi lesz velünk, hogy lesz velünk. Most még itt ez a globális válság is. És a klímaválság elsősorban erre gondoltam, hogy úgy, mintha az élet alapvető elemei omlanának, vagy omladoznának, ugye, bomlanának meg, és hogy mi lesz velünk, és hogy miben lehetne kapaszkodni, és arról beszélgettünk, hogy óriási veszteséget élt át az emberiség azzal, hogy elveszítette az eredet tudatát. Hogy az emberiség úgy gondolja, hogy az eredete valahonnan a valami őslevesből származik, és valójában ezzel együtt fölvállaltuk azt, hogy ki kell mondjuk, hogy nincs igazán a létünknek több értelme, mint az, hogy fennmaradni, ugye, valami módon fennmaradni, túlélni. Nincs meg az értelmes
cél, hogy mondjuk, ha valaki alkotott bennünket, egy értelmes teremtő alkotott, akinek megvolt ezzel a célja, és akinek a cél, tehát a teremtésben megvolt az elképzelése, hogy milyennek alkotja az embert, értelmesnek, szeretőnek, stb. Ha ezt felfognánk, vagy felfogja az ember és megérti, akkor egészen másképp gondolkodik önmagáról, a léte rendeltetéséről, céljáról, értelméről, valahogy sokkal gazdagabbá teszi a létezés tudatunkat, nem? Hogyha tudjuk azt, hogy egy értelmes teremtőtől származunk, sokkal gazdagabb az életről alkotott képünk, a felfogásunk. Szóval erről beszélgettünk, hogy elveszítettük így az eredet keresésben a lényeget. És ezért mindenki zavarba van, vagy nagyon sok ember zavarba van. Hogy oké, itt vagyok, egy szál magam, jó, egy pár emberre számíthatok, még a családomra, de egyébként mi a létezésünknek a nagy célja, vagy a nagy értelme? Beleszülettünk a világba, aztán kimegyünk innen, vagy ugye, alapvetően a halandóság eléggé arcul csap bennünket, hogy más nem mondjak, tehát eléggé rosszul tud esni, nem, a halandóság állapota. És ha más nem mondjak, szerintem az egyik legkomolyabb ok a szorongásra az, hogy miért ennyi az élet amennyi? Hogy miért egy fix idő, életidőnk van, és miért nem több? Miért nem örökké? Ugye milyen csodálatos az emberi személyiség, olvastam egy könyvet nemrégiben, de lehet, hogy már emlegettem, elnézést, amiben azt írja a szerző, hogy az emberek sokasága ma azt mondja, hogy a létezésünk az evolúciós folyamat végeredménye. Na de mivel magyarázzák meg azt, hogy az emberi lélek és az emberi értelem, az emberi személyiség szeretetre vágyik? Mert ez nem klappol az evolúcióval. Tehát ahhoz, hogy a létfenntartás működjön, ahhoz nem kell szeretet. Ez egy valahogy fölösleges belejárója az ember létrejöttének, miközben ez egyik legszebb belejárója az életünknek, nem? Hogy szeretni tudunk, és szeretve vagyunk. És hogy ne azt feszegetett a könyv elején, hogy erre adjon valaki választ, hogy az ember miért olyan érzékeny a szeretetre. És hogy miért van jelen az életünkben, mikor az evolúció elméletben ennek nincs helye. Mégis miért? Hát azért, mert más, hogy vagyunk megalkotva, mert más honnan van az eredetünk. És kaphatta az emberi lény egy értelmes életre lehetőséget. Na nézzük a gyógyulás útját. A lelki gyógyulás útját. Hát itt van néhány megállapítás, egészséges életmód, hogy alul kezdjem, hogy másokra figyelés, a kapcsolati hálónk egészséges működtetése, és hogy ne forogjunk önmagunk körül egy olyan önsajnálkozó spirálban, mert az önsajnálat az a depresszió előszobája. Tehát nem jó, amikor az ember elkezdi magát sajnálni és sajnáltatni. Ha ilyen emberrel találkoznak, aki ezt tapasztalják, hogy az önsajnálat gyötri, akkor gondoljanak rá, hogy elég veszélyben van. És próbáljanak neki segíteni, hogy másfele irányítsa a figyelmét. Aztán, na nézzük az érzelmek világát. Érzelmek, amelyek gyógyítanak. Ezt érdemes megjegyezni, fotózzák be a szemükkel. Bizalom, gondoskodás, optimizmus, szeretet, biztonság, hit, remény, bátorság, elégedettség, vidámság. Ugye? Ezek az érzelmek gyógyítanak. Nem a gyűlölet, nem az aggodalom, nem a félelem, nem ez, nem az, nem amaz, a sok, a hosszú lista, hanem amikor bizalom van az emberi szívben, bizalom az élet iránt, az életadó iránt, az embertársaink felé, alapvetően derűvel, reménnyel tekintünk az életre, a remény egy rendkívüli fogalom. Hogy én tudok remélni a
az embertársaimra, önmagamra, a holnapomra, a holnap utánomra nézve, mert hogy látom az életem hasznát, értelmét, optimizmus, szeretet, biztonságérzet. Van egy nagyon jó könyv, az a címe egybe szerkesztve, azt írja a szerző Lawrence Krebb, hogy az embernek két alapvető érzelemre van szüksége, a biztonságérzetre és a hasznosságérzetre. Hogy biztonságban tudom magam valaki mellett, az egy párkapcsolati könyv, és hogy hasznos számára a létezésem. És ebben kölcsönösen találkozunk. Egy nagyszerű megállapítás. Biztonság és hasznosság. Nem is tudjuk. Hát persze erre éppen most is ugye építünk erre a fogalomra, hogy biztonság. Bátorság. Nem tudom ki mennyire ijedős, de jegyezzük meg, erősítsük magunkban a bátorság érzületét. Hogy belemerünk állni helyzetekbe, belemerünk fogni dolgokba. Lehet, hogy nem úgy sikerül, lehet, hogy sokszor megszóltak, lehet, hogy szerencsétlen körülmények között nőttünk fel, ahol sokszor helyreigazítottak, sokszor megállapították, hogy kétbalkezes vagyok, vagy valami ilyesmi. De legyen egy bátorságunk arra, hogy mi is létrehozhatunk dolgokat. Mi nekünk is sikerülhetnek dolgok. Jó? Persze jó dolgokba fogjunk bele. Tehát ezek, optimizmus, gondoskodás, ezt hadd emeljem ki, a gondoskodás szintén, érzelmi gyógyulás, gyógyító ereje van. Legyenek emberek, akikre odafigyelünk, akikért teszünk valamit, akikkel pár szóval bátorítunk, figyelmesek vagyunk. Ma már ezzel a WhatsApp eszközzel ugye pillanatok alatt elérhetjük egymást, és csak időnként hívjuk fel, hogy élted meg, hogy vagy, mi van. Tehát gondoskodás, ez segít kilépni a saját kis körünkből. Na, nézzék szintén a Nagyorvos lábnyomában című könyvből ezt a mondatot. Bocsánat, még lesz egy... Na jó, majd akkor még egyszer felolvasom. Bátorság, remény, gondoskodás, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet, az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. Jó? Elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. Nem olyan ismeretlen megállapítások ezek, ugye? És remélem a hétköznapi tapasztalatoktól sem áll távol mindez, de haladjunk ebben előre. Jó? Neveljük magunkat elégedettségre, neveljük az értékelhető dolgok elfogadására és megbecsülésére, neveljük magunkat vidámságra, az örömteliségre, a jókedélyre. A lányunk most kamaszodik, és hát tudják, amikor kamasz az ember, akkor semmi nem elég, és semmi nem jó. Semmi nem eléggé jó. Hát ő is ez a kamasz. És látom reggel már, amikor föl kell, hogy ilyen, már eleve rossz a napja. Tehát ahogy föl kell, rossz a napja. És akkor egy idő még megküzd azzal, hogy úgy képbe hozza magát, hogy hol van, és miért van itt, és mi vár rá, és stb. És hát ha úgy jól alakul a dolog, akkor mondjuk egy óra alatt kihozza magát ebből a kátyúból. Rájön, hogy végül is hát lehet örülni is az életének, a javainak, a sok mindennek az életben. Át kell ezen a szakaszon menni. Bátorság, remény, gondoskodás, szeretet. Ugye őt is terheli a sok hír, terheli a sok... elvárás, sok megfelelni való, ahol bizonyítani vagy teljesíteni kell. Őt is bátortalanítják a kudarcok, a kudarcai, amik mindannyiunknak kijutnak az életbe, csak ugye a felnőttséggel már az kellene együtt járjon, hogy ezek jellemeznek bennünket. Tehát mi a felnőttségen általában a kort értjük meg a kinézetet, és nem azt, hogy mondjuk felé érett jellemek vagyunk, ugye? Érett személyiségek vagyunk, akik eltalálunk az élet rögös útjain, meg néha kátyúin, meg szakadékain, és áthatolva életbe tartjuk magunkat. Szintén Salamontól hadd olvassam ezt, a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárítja a csontokat. Mindig eszembe jut anyukám ennél a mondatnál, aki mind a kettőben nagyon járatos volt. Mert egy derűs családból származott, egy vidám apja volt, egy
mondhatnám bohókás, annyira bohókás, hogy a család majdnem rá is ment. Tehát olyan meggondolatlanul vidám, de hát anyukám is megélte, és anyu is örökölt ebből a derűből. Nagyon tudott kacagni, nevetni, nagyon-nagyon jókedélyű tudott lenni. És volt egy másik énje, egy másik oldal, amiben rendkívül bánatos és rendkívül hát olyan erőtelen, olyan bizonytalan volt. Ő is a háborút már megért, már élt a háború alatt, elvitték őket a németek, mert sváb családból származunk, sváb faluban élt, szinte mindenki sváb volt német, és bezsuppolták őket, elvitték, hát hál' Istennek nem a koncentrációs táborban, hanem Németország. De Prágánál utolérte őket a front, akkor hazajöttek, mindenüket elhordták, és semmiük nem maradt. Mondjuk csórok voltak, tehát azért nem nagy veszteség érte őket, de hát mindenképpen nehéz volt. És akkor gyerekkoromtól tudom azt az események sorát, amik jó része arról szól, hogy őt hány helyen érte kár. Hány és hány helyen élt meg szenvedést. Ahogy cserben hagyta ezt, cserben hagyta az, végül csalódott nem kevés dologban az életben, és ez annyira bele tudott ülni a lelkébe, olyan szomorú tudott lenni, olyan vesztese az életnek. És a másik oldal meg az a derűs, nevetős, sokat beszélgetős, jókedélyű asszony volt. Hát valahogy tudják, ez olyan, hogy az ember az egyik kezével, amit épít, a másikkal lerombolja. Nyilván az a számunkra hasznos, hogyha a mondat első felét jegyezzük meg. A vidám elve jó orvosságú szolgál. Tehát szabad vidámnak lenni, szabad örülni az életnek. Nem bánunk igazságtalanul magunkkal, nem tagadjuk a világ fájdalmait, a saját fájdalmainkat, a mások fájdalmait, nem tagadjuk azzal, ha egyébként mi örömmel tudunk élni. Nem szabad úgy bevonódni mások bánatába, vagy a világ bánatába, ahogy ezt anyukám is tette, meg a fia is, meg a fia lánya is teszi, hogy annyira együtt érzünk, hogy úgy bele is pusztulunk. Nem kell. Nem szabad bevonódni annyira mások fájdalmaiba. Szabad örülni az életnek. Tudom, hogy ez nem fenékig tejföl, s egyikünknek sem, még ha nem is vittek háborúba bennünket. De meg lehet ragadni az életnek az örömét, örömöt és derűt adó dolgait, jóleső dolgait, és nem bánunk igazságtalanul se magunkkal, se a világgal, hogyha örülünk, és vigyázunk az örömérzetünkre. Nem fosztunk meg senkit a gondoskodásunktól, nem sajátítjuk ki az életteret magunknak, szabad örülni. Bagdi Emilkétől egy rész, az öröm vagy a boldogság hormon állandó hiánya a vér információs mezejében egy olyan ingerszegény állapotot hoz létre, mely az agy limbikus rendszerének megbillenéséhez, majd a szervezet immunrendszerének és végül egyes szervrendszerek megbetegedéséhez vezet. Figyeljék meg, azt mondja, azt írja Bagdi Emőke a könyvében, hogy miért is betegszik meg az ember? Hogy jut el oda, hogy érzelmi bajai vannak és fizikai betegé lesz? Azt mondja, azért, mert hogy a boldogsághormon hiány állapota ezzel fog járni. Gyengíti a létrehoz egy stresszt, a testben, és gyengíti az immunrendszer működését. Nagyban gyengíti. Töredéke lesz a hatékonysága az immunrendszernek attól, ha erős stressz hatása alatt éljük a hétköznapjainkat. A derű, az öröm, a reményteljesség, a vitalitás pedig támogatja az immunrendszer működését és egészséget megőrző szerepét, megtartó szerepét. Nézzük meg, hogy mit is tudhatunk ezekről a boldogsághormonokról. A teremtő elme úgy alkotta meg a Földön lévő élőlényeket, hogy több ezer hormon között egy vezérlő hormont, az úgynevezett boldogsághormont építette be az agy limbikus rendszerébe.
Boldogsághormon a hipotalamuszban képződik, s hatására az élőlények vérében ózon szabadul fel, s Kesson betegséghez hasonló lebegő boldogság alakul ki, mely a test és a lélek örömérzetét váltja ki. Vagyis, hogy ami rendkívül jól esik nekünk, ugye azért felelős ez a hormon, ami a jó közérzet élményét adja az embernek a hétköznapokban, azért felelős. A boldogság hormon állandóan ismétlődő felszabadulása képződése stimulálja a testet és a lelket. Napi többszöri ismétlődése és átélése újra és újra megerősíti az élőlényekkel, hogy ezért érdemes élni. Nagyon szeretem ezt a mondatot. Napi többszöri ismétlődése és átélése újra és újra megerősíti az élőlényekkel, hogy ezért érdemes élni. Ugye? Hány és hány ember nem tudná kimondani ezt a mondatot, hogy érdemes élni, vagy ezt a pár szót, hogy jól esik neki élni. Vagy ha kimondaná, jönne egy vessző, nem pont, vessző, de, és sorolnánk a problémák özönét, nem? Hogy de, és ez a bajom, és az a bajom az élettel, magammal, másokkal, stb. Stb. És nem történik meg a mindennapokban velünk az, hogy a boldogság hormon áradhat, működhet, jelen lehet a vérben és a testben. Normális környezetben, optimális körülmények között az embereknek boldog örömérzetük van. Csak nehogy rákérdezzenek, hol van normális környezet és hol van optimális körülmény. De nem fikció, tehát nem azért írta valaki, mert hogy valami földön kívüli élménye volt, és onnan hozta ezt a gondolatot. Nem, tudunk kialakítani szerethető környezetet magunknak, úgy gondolom, és tudunk megfelelő körülményeket is biztosítani ahhoz, hogy belső békét találjunk és nyugalmat. Mondjad? Nagyvárosból azért ez nehezebb megy. Nehezebben. A beszélgetésben visszatérünk rá, jó? Nézzétek a hormon, szerotonin, dopamin, endorfin, tehát nem adrenalin, amire ma utazik a világ, ugye a feszültséget teremtő a stresszhormon, ami egyébként nagyban csökkenti az immunrendszer működését, a stresszhormon, hanem szerotonin, dopamin, endorfin, ezek, amik az agy az előállításukra készteti a szervezetet, akkor szétárad a testben, és az embernek van egy jó érzete, egy jó közérzete. Mi növelheti a boldogság hormonjainkat? Ezt figyeljük meg, jó? Erre figyeljünk. Életmód, testedzés, napfény, táplálkozás, családi együttlét, tehát örömteli együttlét, nem amikor lekiabáljuk egymás fejét nyilván, hanem amikor jól esik együtt lenni, imádság, amikor az ember békességet lel, amikor azzal találkozik, ahonnan ered az élete, akitől ered az élete, amikor a szeretet forrásával találkozik, nyugodt alvás, pozitív gondolatok, nevetés és zene, jó zene. Ezek nagyban növelhetik, vagy alapvetően növelik a boldogság hormonokat. Jó mozgás, testmozgás. Most mi nem állunk meg, mint múltkor itt Szabó Attilánál, hogy akkor mozgunk egy kicsit, de tegyék meg otthon, hogy valamennyit mozognak, amennyi kellemes, kedves, jóleső, vagy azon túl egy picit, jó? Hogy egy kicsit megfeszíteni a határokat. Nagyon jó azt a gondolatot ápolni magunkban, hogy megcsináltam valamit magamért. A testedzés kapcsán mondom ezt. Hogy képes voltam rá, hogy beleálltam, hogy na igen, ennek van értelme. Tehát olyan jó ezzel zárni egy dolgot. Napfény, táplálkozás, szeretett kapcsolatokban való együttlét, ima, nyugodt alvás, pozitív gondolatok. Na, Bagdi Emőkét már emlegettem, nézzék meg, mit mond, mit ír. Pszichénk olyan, mint a kaleidoszkóp, amelyben egy apró mozdulat hatására minden megváltozik. Éppen ezért nincs reménytelen helyzet, mert egy kis lépés is hatalmas változást eredményezhet. Jó? Jegyezzük meg ezt a mondatot. A kis lépés legyen egy kis tornával több, egy kis ez, egy kis az, megkeressük a szeretteinket, kezdeményezünk a szeretet kapcsolatainkban. Keressük meg azokat a kis lépéseket, amikkel a mentális vagy a pszichés egészségünket
építhetjük és javíthatjuk. Jó? Találjuk meg a kedves szavakat. Ugye az is elmozdítja néha a rendszert. Tehát amikor behálóz bennünket a feszültség, meg a rossz megjegyzések és rossz gondolatok, oda betenni egy kedves szót, az egyből fel, olyan, mint a pókhálóban, amikor beletoljuk a söprűnyelet, hogy szétesik, ugye? Vagy legalábbis nagy luk lesz rajta. Javul a helyzet, jó? Vegyük ezt is komolyan. Aztán még emőkétől, bizonyított tény, hogy egy nagyon romos állapotban levő immunrendszert, immunrendszerről van szó, már 20 perces közös nevetéssel is fel lehet erősíteni. A nevetés képes az immunrendszerünket ostromló stressz biológiai visszafordítására, így legalább nem betegszünk meg, és egy csomó feszültségtől megszabadulhatunk. Hogy keressenek olyan emberekkel barátságot és kapcsolatot, akik kedélyes emberek. Tudnak nevetni, tudnak vidámak lenni. Társasjátékok ehhez jók. Tehát ilyen egyszerűbb vagy bonyolultabb társasjátékok. Emlékszem, amikor a gyerekek kisebbek voltak, van egy ekkora kis, ennél kisebb teszkós csocsónk, anyósomék vették, vagy szóval apósomék vették, a feleségem szülei vették, nehogy az anyós szó maradjon meg önökben. Tehát a feleségem szülei vették, és beraktuk valahova, nem tudom, a konyha közepére, egy ilyen tágabb étkezős konyhánk volt, és időnként megtekertük, és annyi hahota volt, annyi nevetés volt benne a gyerekekkel, szerintem semmi nem építette olyan jól a kapcsolataimat, mint ott az a csocsózás. Az a kötetlen, vagy felszabadult játék közösen. Semmi. Az összes papolásom nem ért annyit, mint azok a 20 percek időnként. Az ő javukra. Jó? Keressünk olyan embereket, akikkel jó együtt lenni. Akikkel jó lenni. Miközben ne feledkezzünk meg azokról, akik a mi segítségünkre szorulnak. Szintén példabeszédek könyve Salamontól, amint gondolkodik az ember magában olyan ő. Most áttérnénk a gondolkodás fontosságára. Jó? Figyeljék meg, döbbenetes megállapítás 3000 évvel ezelőttről. Ahogyan belül gondolkodunk, amilyen gondolatmenetek lefoglalják az elménket, amiket pörgetünk, sokszor kontrollálatlanul is, lényegében az határozza meg az egész lényünket. A viselkedésünket, az egészségi állapotunkat, a kapcsolatainkra kihatással vannak. Tudományosan bizonyított tény, hogy amikor odafigyelünk arra, hogy mivel foglalkozik az agyunk, valóban tartós életet hozó változásra nyílik lehetőségünk. Ez már egy idézet, egy Kikapcsolta ki az agyam című könyvből, nagyon jó könyv, az agytakarításról szól, az agy helyre, a gondolkodás helyreállításáról szól, egy keresztény amerikai agykutatónő írta, zseniális könyv. Szóval azt mondja, hogy az emberi, mi az elménket úgy működtetjük, hogy valahogy kialakul gyermekségünktől egy gondolkodási rítusunk, mentalitásunk, és azt hogy próbáljuk végigvinni az életünk egész hosszán. Majd mindjárt mutatok egy-két idézetet erre vonatkozóan. És teljesen mindegy, hogy abban mennyi a salak, mennyi a sallang, mennyi a hazugság, mennyi az önrontó, önbántó gondolat, mégis megengedjük magunknak, hogy annál maradjunk. Mikor bebizonyosodik is, hogy nem jó, akkor is annál maradjunk, mert kialakulnak a pályák. Az agykutatás ugye ma már tudja, látja, hogy hol vannak a gondolatpályák, hogy azok telepeket alkotnak, fa-szerű, lombozatú telepeket, stb. És azt mondja, de bizonyított tény tudományosan, hogy újra lehet írni a gondolkodást. Tehát ha én lefülelem magam, már ha akarom, lefülelem magam, hogy figyelj Laci, ez így nem stimmel, ez most ezzel magadat bántod. Ezzel magadat bántod, ennek mi értelme? És elkezdek rá odafigyelni, és azt mondom, hogy de nem engedek neki, hanem először is elengedem, másodszor mondjuk beteszek helyette egy olyan dolgot, ami mondjuk valahogy kifejezi azt, hogy van értéke az életemnek. Hát ma nem azt mondom, hogy vállon veregetem magam, de mégis az értékről be. Azt mondja, képes az agy leépíteni a negatív pályákat és újakat kiépíteni. Ugye van hely bőven, hiszen alig használjuk csak egy kis részét az agy egész felületének. Ezzel képes újat építeni, zseniális. Tehát ma az agykutatás az valami hihetetlen csoda, amit tud rólunk. Szóval gondoljunk erre, jó? És vegyük észre magunknál, mikről gondolkodunk helytelenül, jó?
önmagunkat illetően, barátainkat, családtagjainkat, házastársainkat. Ugye a feleségem az elmúlt 20 évben nem egyszer mondta, hogy hát mikor a nagylányainkat neveltük. Ugye gondolkodtam róluk úgy, ahogy egy férfi a nőkről gondolkodik, hogy hogy kell funkcionálisan működni, stb. Így, ahogy mi férfiak szervezzük az életünket, a lányokon is próbáltam behajtani, és a feleségem időnként rám szólt, hogy de figyelj, ők nők, ők lányok, nők. Hogy értsen már meg, hogy át kéne állítanom a fejemben a gondolatot velük kapcsolatban. Nem volt könnyű. Nem volt könnyű ránevelni magam arra, hogy beszámítsam azt, hogy ők más személyiségek, stb. És a többi emberre ugyanígy igaz, hogy beszámítsuk, hogy mások vagyunk. És akkor meg kellett változtatni. Vagy rájöttem egy helyzetben, hogy ahogy megközelítem, ahogy én véleményt alkotok, ugye nagyon hamar tükrözi a világ, hogy hogyan gondolkodunk, csak nem vesszük észre. Hogy a gondolataink mennyire jók vagy nem jók, csak nem vesszük észre, nem akarunk szóba állni vele. De az ember van benne nyitottság rá, van benne érdeklődés, akkor utána foglalkozhatunk azzal, hogy hogyan írjuk újra. Hogyan lehetne másképp vélekedni egy adott helyzetről, egy adott emberről, stb. Stb. És így átalakul a gondolatunk. Nézzék meg, hogy mi a baj velünk. Most gyűjtöttem egy pár olyan... Látni valamennyire? Igen. Egy pár olyan megállapítást. Einstein azt mondja, a józan ész azon előítéletek összessége, melyeket 18 éves korunkra szerzünk. Szóval nincs mit dicsekedjünk, nem? Tehát a józan ész, amit mi józan észnek mondunk, az körülbelül 18 év alatt összegyűjtött szüleinktől elsősorban és máshonnan felszívott gondolatok tömege, amik tele vannak előítéletekkel. Tehát kész prekoncepciókkal, ugye, hogy erről így kell gondolkodni, ezt így kell csinálni, ez így működik, az úgy működik, és olyan jó biztosak is vagyunk a véleményünkben. Sokszor kiderül, mikor konfliktusaik vannak, hogy mikor aztán főleg mikor miután megházasodtunk, akkor hamar kiderül, hogy két külön világban vagyunk, és mások a prekoncepcióink. Ugye azt mondja Einstein, hogy ennyit az emberi tehetségről, a gondolkodás képességéről az embernek. Sokan azt hiszik, hogy gondolkodnak, pedig csak újra rendezik előítéleteiket. Ez is nagyon szeretem, hogy az ember nem csinál más, csak trükközik. Tehát mindig megmarad előbb-utóbb a véleményénél, vagy visszatér oda. Tehát nem igazán változtatja meg a véleményét. Úgy tűnik, hogy szóba áll azzal, hogy másképp kéne, stb., de csak újra rendezi az előítéleteit. És nem egyszer látom beszélgetések során, hogy végül minden marad a régiben. Gondolkodásmódunk befészkeli magát életünkbe, erősebb befolyást gyakorol ránk, mint legmeghittebb társas kapcsolataink. Legbizalmasabb barátaink nem alakíthatnak annyit életünkön, mint dédelgetett gondolataink. Nagyon jó megállapítás. Ugye mi leginkább önmagunkkal vagyunk kapcsolatban, a legszorosabb kapcsolatban önmagunkkal vagyunk, és ezért vigyáznunk kell a gondolatainkra. Mert azok határoznak meg bennünket. Alapvetően meghatározó. Amint gondolkodik az ember önmagában, olyan ő. Erről Jézus is nem egyszer beszélt az evangéliumokban. Például így mondta, a szív teljességéből szól a száj. Tehát ami a szív, és itt a szíven a belső embert értjük. A gondolkodó, döntéshozó embert. Menjünk tovább. Az egészséges gondolatok megőriznek a stressztől, hibás döntésektől, konfliktusoktól, függőségektől, gondolati csapongásoktól, aggódástól, helytelen érzelmektől. Tehát, hogyha az ember összerak egy jó gondolatmenetet, egy jó gondolkodási készséget, képességet, ami nem kis munka nyilván. Ami nem kis munka. Nem születünk mindannyian Einstein gyerekének, de nem is biztos, hogy jó lett volna. Ugye, aztán, ha az ember kialakít egy jó gondolkodási rendszert, akkor képes a stressznek ellenállni, mármint a distressznek, tehát a rossz stressznek. A döntések nagy részében eltalálja a lényeget a helyzetekben, konfliktusok, függőségek. Azért ezek nagy ígéretek, nem? Vagy nagyon jó felsorolás, nagyon vágyik az ember arra, hogy ezeken a pontokon helyén legyen az élete. Stresszben, függőségben, gondolati csapongás, stb.
Aztán nézzük még ezt szintén a könyvből. Nem tudja, ja nem, ez nem mondani, itt van. Tehát, hogy az agyunk képes jó vagy rossz irányba változni, most a jó irányt nézzük, nem tudjuk folyamatosan kontrollálni a környezetünket, de azt képesek vagyunk befolyásolni, hogy milyen hatást gyakoroljon az elménkre. Egy ilyen szabadon idézett a könyvből. De ismerős gondolat, nem? És elengedjük, hogy végső soron mi döntjük el, hogy hogyan gondolkodunk egy helyzetről, hogyan gondolkodunk a bennünket ért hatásokról. Képesek vagyunk kontrollálni a bejövő információkat. Tehát az elménk fölfogja, ami bejön információ. 5 érzékszerven keresztül jönnek. Ugye? És az emberi, ha csak nem sérült az emberi elme, akkor az mind kontrollálja. Sokszor az automatizmus magával ránt bennünket. Az előítéleteink összessége már mondja rá a választ, mielőtt még meggondolnám a gondolatot. Ki is mondta ezt, hogy mi a mi bajunk? A meg nem gondolt gondolat, ugye? Tehát József Attila? Hogy az ember baja a meg nem gondolt gondolat. Fogjuk meg, és nézzük meg, miért azt gondolom róla. És mi benne az előítéletes, mi benne a téves, és változtassunk. Képesek vagyunk kontrollálni a bejövő információt, és meg tudunk szabadulni azoktól, amelyeket nem szeretnénk az agyunkban beépíteni. Mert nem akarjuk, hogy hatást gyakoroljanak ránk, és az énünk részévé váljanak. Azt írja Leaf a könyvében, a Kikapcsolta ki az agyam című könyvben, hogy körülbelül 2 napig lebeg az agyunkban a gondolat. Tehát mikor egy információ bejön, és arra van egy gondolati válaszunk, az körülbelül 2 napig lebeg, és figyeli azt, hogy mi szerint működök én. Hogyan hozok, azzal a gondolattal kapcsolatosan, hogyan alakítom a döntéseimet, a véleményemet. És csak körülbelül 2 nap után látva az aktivitásomat, vagy kidobja, vagy megtartja. Döbbenetes, és így alakul ki az emlékezet. Valami félelmetes az agy. Zseniális. És olyan lehetőséget ad nekünk változtatni, nem? Közel 2 nap. 48 óra, hogy tegyük tudatossá, amin gondolkodunk, amivel foglalkozunk, és azt engedjük megtartani, ami építő ránk és az embertársainkra nézve. És ami nem, azt engedjük el. Hagyjuk, hogy kimenjen. Nem kevés belső figyelmet, meg odafigyelést igen. Nézzük meg, hogy mondjuk milyen gondolatokban erősödjünk. Elfogadás. Jó? Lesz egy néhány ilyen gondolat, elismerés, a következő majd, elfogadás. Engedjük a dolgokat menni, és engedjük Isten tenni. Ugye fogadjuk-e dolgokat, ahogy vannak? Tehát az a helyzet, hogy? Én nagyon sokszor föltettem ezt a kérdést, feleségem sokszor jelezte vissza, hogy úgy indítok egy észrevételt, hogy miért? Hát, hogy méri úgy, és miért nem így, ugye, ahogy én tartom helyesnek. Miért? Aztán, amikor már jó párszor lelepleződtem, akkor megfigyeltem a sógoromat, a hugom férjét, hogy mi a baja a hugommal. Hát a miért? Ugye mi ezt hoztuk a családból. Miért? És ennek megfelelően nyilván nem csak megkérdejelezzük a másik helyes cselekvését, vagy szavát, vagy valamit, hanem meg is akarjuk változtatni. És ez teljes bukta. Ugye? Tehát ez az, ami nem igazán tud hatékony lenni. Fogadjuk el a dolgokat, ahogy vannak. Fogadjuk el az embereket a környezetünkben, annak, akik. Fogadjuk el a korlátokat, és lássuk benne a lehetőségeket és a védelmet, a saját korlátainkat is. Ennyire vagyok kész, ennyire vagyok képes, ennyit tudok letenni az asztalra. Ne izguljunk azon, hogy nem mi tudjuk megváltoztatni a világot. Ne izguljunk ezen. Fogadjuk el, hogy valaki elfogad minket. Ez is egy jó megállapítás, nem? Feleségem szokta kérdezni, hogy szeretsz, és én mindig azt mondom, viszont kívánom. Nem, szeretlek, ő mondja, szeretlek, és én megmondom neki, viszont kívánom. Hogy olyan nehéz kimondanom a saját kisebb rendőrségérzés, vagy méltatlanságérzet, meg a saját tapasztalataim, hogy hányszor, hogyan bántottam meg őt, hogy fékezik bennem azt a őszinte felszabadult választ, hogy persze, szeretlek, drágám. Hanem olyan bátortalan azt mondja az ember, aki én vagyok,
hogy viszont kívánom. Hogy fogadjuk el, igen, szerethetők tudunk lenni mi is. És ez jó érzés, hogy elfogadnak bennünket, és szerethetők vagyunk. Jó? Ugye milyen fontos az elfogadás? Elismerés, dicsérés. Erről a múltkor itt a szeretett nyelvek kapcsán is volt szó. Igyekezzünk az egyetértésre, a harmóniára, az együttműködésre. Tudják, hogy a Biblia a házastársi kapcsolatra, az Efézus levél 5. fejezet, akik írnak, írják föl, olvassák el, a párkapcsolatról szól főleg. A férj-feleség egymáshoz kapcsolódásáról. Ott azt hangsúlyozza a Pál apostol, hogy a házastársi közösség az együttműködés alapú. Hogy megvan az a készség kölcsönösen, hogy együtt akarok működni veled. És nem überellek, meg nem fúrlak, hanem ugye a férfi überelne, a nő meg megfúrná, hogy de azért az legyen, amit én akarok. Szoktuk mondani, hogy a nyak azért az asszony. Nem, együttműködés, egy szép, kedves együttműködés. És van a Bibliában a 133. Zsoltár, ha már fölírták az előzőt, ezt is írják fel. Azt írja az Ószövetségben ez a Zsoltár, hogy ahol békességben lakoznak együtt az emberek, oda küld áldást az Isten. Fantasztikus kijelentés. Ahol kapcsolódni tudnak egymáshoz kölcsönös kiegészítés vágyával, elfogadás szándékával, ott áldó jelenléte lesz az aláthatatlan Istennek. És ez nagyszerű tapasztalata az életnek. Nagyszerű tapasztalata. Jobban fogjuk érezni magunkat. Ismerjük el egymás jó oldalait, foglalkozzunk az élet pozitív oldalával, ismerjük el azt, ami jó, helyes. Nem baj, ha nem mi hoztuk létre. Ugye nem baj, ha nem mi csináltuk, nem baj, ha nem nekünk köszönhető. Ne legyünk már olyan hiúak, meg nagyképűek, hogy jó, csak mi tudunk megalkotni. Ismerjük el azt, ami jót tud más tenni. És a szeretet fogalma, a harmadik, mint érzelem, vagy mentalitás, ha mutatsz szeretetet, nyersz szeretetet. Tehát valahogy úgy működik nálunk a szeretet kapcsolat, hogy választ akarunk adni a kezdeményező szeretetre. Ugye? És mindenki arra vár, hogy valaki kezdeményezze feléje a szeretetet, akkor ő is persze túlteng majd. Nem, a szeretet az, hogy én szeretlek téged önmagadért. Ugye a Bibliában, vagy az ókori irodalomban rengeteget olvashatunk a szeretet különböző fogalmairól, a filia és más fogalmak, ugye a baráti, a testvéri és a szeretet, stb. A Biblia megtanít arra bennünket, ami egyedülálló, az agapé szeretet, az önfeláldozó szeretet, a másikat, a másik magatartásától függetlenül szeretni tudó képesség. Képességre, agapé szeretet. Ugye ha a Biblia szeretet fogalmat nézzük, hogy ki áll meg, mi áll mögötte Jézus személye. És Jézus mit bizonyított be, hogy minket szeret annak ellenére, akik vagyunk. Annak ellenére, hogy nem vagyunk rá méltók. És ez az igazi szeretet. Nem a másik értékért, méltóságáért, rám mért haszonért szeretem, hanem önmagáért. Egyébként erről nagyon jót olvashatnak a Erik Fromm, aki nem volt hívő ember, Erik Frommnak a Szeretet művészete című könyvben. Nagyon szép, amit ír róla, hogy a szeretet az, hogy szeretlek azért, ahogy önmagadért. Bebizonyítja ezt, vagy leírja ezt. És a szeretet képessége teszi talán a leggazdagabbá az emberi szívet, az emberi életet. A szeretni tudás képessége. Adler mondja, a vallások által mindig is közvetített feladatok között a legfontosabb, szeresd fel a barátodat. Aki nem érdeklődik fel a barátja iránt, a legnagyobb problémákkal küzd az életben, a legnagyobb sebeket ejt másokon. Ilyen egyének komolyan károsítják az emberiséget. Emlékszem, Gyökös Jendre bácsi egyik könyvében olvastam azt, hogy a szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a közöny. Fantasztikus megállapítás. Tehát, hogy nem érdeklődök a másik ember felé. Hogy nem érdekel a sorsa, nem számít nekem a másik. Nem véletlenül tanít tényleg a fele baráti szeretetre, az embertársi szeretetre. És nézzék meg még egy pszichológusnak, ugye a pszichoanalitika atyának, Jungnak a gondolatát.
Betegek százait kezeltem, és egyetlen egy sem akadt közöttük, akinek legvégső soron ne az lett volna a baja, hogy nem talált utat a hithez. A hithez, amely a szeretet fogalmát teszi megragadhatóvá. Nem egyszerűen az Istent, hanem az Isten szerinti szeretet fogalmát teszi megragadhatóvá. Ugye a Bibliában van egy nagyon rövid jellemző vagy bemutatása Istennek. Mi itt próbáljuk kitalálni, megfejteni, kibontani, mire, meg ki ő, meg mire képes, meg stb. János apostol ezt megoldotta egyszerűen. Az egyik levelében azt írja, Isten a szeretet. Kész. Egy két szóas mondat. És azt mondja Jung, hogy ha az ember a hit ébred benne, és kapcsolódni tud a teremtőjéhez, akkor a szeretet forrásához kapcsolódik. És az meggyógyítja. Az majd meggyógyítja az életét. Tehát ez Jézus, mikor itt járt a Földön, teljesen nyilvánvaló volt. Tehát ez nekünk olyan időben is távoli, meg esetleg a mai világ berendezkedése hátterén is távoli, hogy van egy szeretetben létező Isten, és az ő szeretetében gyógyulási lehetősége az embernek. Végül hadd fejezzem be Jézus szavaival, amikor egy alkalommal Jeruzsálemben volt, és egy nagy ünnepség sorozat volt, és látta ott az embereket, hát vallásosaknak, de sok-sok erőtelenség, fásultság és igazságtalanság és szeretetlenség közepette, akkor hangzottak el az első szavai, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Azt mondja, Jézus nem vallásos emberré akar tenni bennünket. Jézus azt szeretné, hogy az ember megtalálja az élete értelmét, békét és szeretetét. Csupán ezt. És a másik mondat, a békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Mert hogy a világ is ígéri béke és biztonság és stb. Hát az addig is tart, ameddig ígérik. Jézus azt mondja, nem, ha őt megismerve az ember egy új világra nyitja meg a szemét, a lelkét, a látását, a belső szemét, akkor egy olyan békére lel, ami elvehetetlen, ami megkérdőjelezhetetlen, és ami örömet és erőforrást jelent neki az életben. Köszönöm a figyelmüket. Ma este.